Nagyon jól mondta Emília, mert Duró Dóra van a stúdióban, kezét csalkalom, jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy pénteken elfogadta a meghívásunkat és a napját, itt nálunk a Szigorlatban kezdi a Startban. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk, és ugye a ma reggeli kérdező társunk a 168 óra hírigazgatója, Trencsényi Dávid. Kezdjük. Jó reggelt. Tegnap Novák előtt pártársa bejelentette, hogy minthogy Magyarország lélekszám arányosan a legtöbb olimpiai éremmel, aranyéremmel rendelkezik, itt az ideje, hogy Magyarország végre kapjon egy nyári olimpiai rendezési jogot. Valamint ugye fölhívták a pártokat arra, hogy nyilatkozzanak, hogy milyen körülmények között támogatják az olimpiát. Abban ugye biztos, azzal biztos, hogy tisztában van, hogy nem országok pályáznak olimpia rendezésére, bár állami támogatással, de ugye városok. Az lenne, két kérdésem lenne igazából, valóban ezt tartják ebben a pillanatban a legfontosabb témának, illetve hogy miért nem azokat akarják megkérdezni az olimpia rendezéséről, akiknek az adójából mondjuk ez megvalósulna. Nem ezt tartjuk a legfontosabb kérdésnek, de nem egy témáról lehet beszélni a közéletben, úgy gondolom. Mi a Víradat programon egyébként lefektettük egyedüli pártként Magyarországon, hogy melyik a legfontosabb kérdés, melyik párt, másik párt nem nyilatkozik erről. Tehát nekünk szegezni ezt a kérdést furcsa lett, hogy Tóth Andrének esetleg lehetne. Mi elmondtuk, hogy Magyarország legnagyobb problémája egyébként a demográfiai helyzetünk. És ettől még nem csak erről a problémáról lehet beszélni. Mi nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy megkérdezzük erről az embereket. Erről is beszélt egyébként a tegnapi napon Novák előtt, tehát ez a kérdés is úgy kicsit értetlenül állok ezelőtt, mert nyilatkoztunk ez ügyben, hogy természetesen, hogyha úgy gondolja a társadalom, vagy konszenzus alakul ki a pártok közt, vagy valaki erről ismételten népszavazás kezdeményez, mi ezt nem fogjuk ellenezni. Mind a kettő verziót egyébként jónak tartanák, hogy akár legyen megint egy ilyen megismételt aláírásgyűjtés az olimpiával kapcsolatban? A legfontosabb az lenne, hogy egy érdemi szakmai vita induljon el ezzel kapcsolatban, és ne politikai síkra tereljük ezt az egész kérdést. Másrészt nyilván nagyon sok gazdasági vetülete van egy olimpia rendezésnek, és erről fontos őszintén beszélni, de arról is őszintén kell beszélni, hogy vannak olyan élmények, amelyeket nem lehet forintosítani. Tehát az, hogy mondjuk 30 ezer boldog magyar gyerek ül egy stadionban, és együtt elénekli a himnuszt a magyar labdarúgó válogatottal, az nagyon nehéz számokban és pénzben kifejezni, hogy ez milyen élményt jelent a gyerekeknek, és milyen hosszú távú hatásai vannak. Ugyanakkor nyilván olimpia rendezésben, ha Magyarországnak nincs is, de hát más országoknak vannak tapasztalatai, és ezeket is nyilván érdemes figyelembe venni. Hát igen, nagyon nehéz az, hogy az egyik része az forintosítható, az, hogy nem nagyon lehet gazdaságilag, hát még nullszadóra is nehéz kihozni manapság egy olimpiát, és nyilván az élmény az egy másik kérdés. Ugye azt nem tudjuk, hogy lesz-e Magyarország a közép távú jövőben olyan helyzetben, hogy egy olimpiai gazdaságilag bukást, mert hogy valószínűleg nem lehet nyereségesre kihozni, ezt be tudjon-e vállalni. Ez egy 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezéséről van szó, tehát azt megjósolni most, hogy milyen lesz akkor a gazdasági helyzete Magyarországnak, vagy egyáltalán Európának, az nyilván nagyon nehéz, de ez az összes pályázatkor igaz, hiszen amikor megpályáz egy város egy rendezést, akkor még nem látja, hogy 10-12 év múlva, vagy 14 év múlva milyen lesz az adott helyzet, ezért is kezdeményeztünk mi erről társadalmi vitát. A másik, amit látni kell, hogy hiába fúrták meg egyszer már az olimpia rendezési szándékot, rengeteg létesítmény egyébként már így is felépült. Hát alapvetően visszakozott a kormány, mert hogy látta, hogy hát minimum egy népszavazásig eljut ez a kérdés. Nem, ez hozzáállás kérdése, egyáltalán nem mindegy az, hogy hogy milyen szót használunk arra, hogy a Momentum elkezdett egy népszavazási kezdeményezést, hiszen ön is az előbb azt mondta, hogy abszolút támogatja azt, hogy megkérdezzük azokat, akiknek az adójából ez megvalósulna. A Momentum ezt tette, nem jutottunk el odáig, hogy az emberek véleményt mondhassanak, a kormány kihátrált az egészből. Hát így van, a kormány visszakozott ebből a szándékából, de szerintem ez tényleg csak szóhasználat kérdése. De ami ennél fontosabb, hogy így is rengeteg létesítmény megépült, mondjuk azóta, mióta a Momentum elkezdte ezt az aláírásgyűjtést, amely alkalmas arra, hogy akár olimpiai helyszín legyen. A vizes világbajnokságra elég csak utalni, amelynek szintén Budapest ad otthont, most már nem először, és ez a világ harmadik legnagyobb sport eseménye, tehát úgy gondolom, hogy sok tekintetben előrelépés történt. Abban teljesen igaza van, hogy nehéz megjósolni azt, hogy
2036-ban milyen lesz Magyarország, vagy, vagy Európa gazdasági helyzete, de a múltból azért viszonylag könnyű tanulni, nem volt az elmúlt 30-40 évben nyereséges olimpia. De még egyszer mondom, hogy számos olyan hosszú távú vetülete is van, akár a turizmusra vonatkozóan, akár azokra az élményekre vonatkozóan, amelyeket akkor át tud élni egy egész ország, és ezt nem lehet forintosítani. Igen, meg hát ugye azt azért tegyük hozzá, hogy rendszeresen, mondhatnám azt is, hogy relatíve gyakran látunk vendégő sportközgazdászokat, különböző sportesemények apropóján, ugye itt a stúdióban egészen más oldalról közelíti meg egy sportközgazdász is egyébként egy nagy sporteseménynek a megrendezés, meg a megszervezését. Hát meglátjuk, hogy majd lesz-e ilyen. Menjünk tovább, mert lenne egy másik fontos téma méghozzá, pedagógusok bére, illetve a béreiknek a rendezése. Hogyan kell ezt megoldani különböző országok vagy kormányok részéről? Ennek is utána tud az ember természetesen nézni, hogy más országokban, uniós országokban ez hogy van, de ördögtől való-e az a gondolat, vagy az az álláspont, hogy majd ilyen uniós uniós pénzekből próbálják majd a pedagógusoknak a bérét megoldani és emelni. Nem ördögtől való természetesen, illetve közvetlenül a brüsszeli forrásokat nem lehet bérre fordítani, hanem hogyha azokat a forrásokat, amelyeket most visszatart az Európai Unió, azokat megkapja a kormány, akkor az ő kommunikációjuk szerint majd jut a pedagógus bér emelésre is. Ugyanakkor ez hiteltelen a kormány részéről, tehát rengeteg alkalommal hallottuk Orbán Viktort, hogy nem hagyjuk, hogy Brüsszelben döntsenek a mi gyerekeink jövőjéről. De azzal, hogy a brüsszeli forrásoktól teszi függővé a pedagógusok béremelését, azzal éppen azt csinálja, ami ellen korábban tiltakozott, hiszen ez is a gyerekeinkről van szó. Gyerekeinkről szól. Tehát ezt nem értem. A tanárok... Hát a bér meg a gyerek kérdés, az hogy függ össze? Hát az, hogy a gyerekeink a tanárokkal töltenek több időt gyakorlatilag, mint amennyit velünk töltenek, és azt a pénzt, amit a pedagógusoknak adunk, az valójában a gyerekeinknek adjuk. Tehát nem mindegy, hogy egy tanár milyen állapotban áll oda nap mint nap 30 gyerek elé, és milyen példát mutat nekik, hogy a nyugodtságot érzik rajta, azt, hogy a szakmai feladataira tud koncentrálni, és türelemmel tud feléjük fordulni, vagy végig azon kell stresszelnie, hogy be tudja-e fizetni a hó végén a cserét. Jó, de hogyha uniós pénzből kapja a pedagógus a bérét, akkor más fog tanítani, vagy máshogy fogja nevelni a gyereket? Nyilván az, hogy mennyire érzik a tanárok a megbecsültséget, és mennyire nyugodt az életmódjuk, és egy értelmiségihez méltó életkörülményt tudnak maguknak kialakítani, az igen meghatározza azt, hogy a mindennapokban hogyan fognak teljesíteni. És másrészt ez egy értékrendi kérdés is, hogy a kormány, már egyébként a minisztériumi struktúra felállításakor láttuk, hogy nem, hogy önálló oktatási és egészségügyi minisztériumot nem hoztak létre, hanem a belügyminiszter alá rendelték gyakorlatilag ezeket a területeket, ezzel ismételten kifejezve, hogy nem egy szakmai irányítása lesz ennek, hiszen azért Pintér Sándornak nem sok köze volt, vagy van a közoktatáshoz. Ne haragudj, Emilia. A Jobbik miből finanszírozná a pedagógus béremelést, illetve... Nem vagyok Jobbik. Bocsánat, elnézést kérek valóban. De kérdezheted úgy is, hogy vajon a Jobbik? Kedves képviselőt, bocsánatot kérek. Tehát a Mi Hazánk miből finanszírozná a pedagógus béremelést, illetve mekkora lenne önök szerint az ideális mértéke a béremelésnek? Hát a mi programunkban az szerepel, hogy a diplomás átlagbér szintjére emeljük a pedagógusoknak a fizetését, ez egy nagyjából 50%-os emelés lenne. Azért az elég szomorú, hogy ma egy pályakezdő pedagógus a felét keresi meg annak, amit diplomával egyébként meg lehet keresni Magyarországon. A finanszírozási forrásokat pedig egyrészt a költségvetés vitájában el fogjuk mondani, másrészt Magyarországon ez egy olyan kardinális kérdés, amiből állami forrásból kellene finanszírozni, tehát rengeteg olyan fölösleges kiadás van a költségvetésben, amelyet mi megszüntetnénk, és ebből... Kicsit spoilerezzen. Nemzeti oltóanyaggyárra 18,5 milliárd forintot fog költeni a jövő évben Magyarország. Ez pont apró pénz egy ilyen mértékű fizetésemeléshez képest. 18,5 milliárd azért az annyira nem apró pénz. A teljes béremelést. De több ilyen tétel van, amely olyan beruházás, amelyre ami álláspontunk szerint nincsen szükség, és ezekből lehetne finanszírozni. Vagy hát ilyen helyzetben az országvédelmi alapból is a kormánynak kötelessége lenne elkülöníteni. Ugyanis a bér mellett egy másik nagyon
fontos probléma a pedagógus hiány, tehát már most is több ezres mértékű a betöltetlen pedagógus álláshelyeknek a száma Magyarországon, és ez a következő években csak növekedni fog, mert most jön el az igazán nehéz helyzet, hiszen a pedagógusoknak az több mint 50%-a 50 év feletti, tehát a következő időszakban a pedagógus hiány, és ezt egyébként a szakszervezetek is felhívták erre a figyelmet, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is elmondta, hogy igen, a jelenlegi pedagógus képzés nem tud annyi új tanárt kibocsátani, amennyien nyugdíjba mennek. Tehát a probléma még csak növekedni fog a következő időszakban. Valahogy kikényszeríthető lesz ez az emelés, mert hogy ez például egy olyan téma, amiben alapvetően minden ellenzéki párt egyetért, nyilván a tanárok egyetértenek. Ugye most a múlt heti hír volt, hogy egy polgári engedetlenségi mozgalom is szerveződik, ha őszre nem lesz változás. Még a kormány fajsúlyos tagjai is elismerik, hogy kellene, és mégis a gazdasági helyzetre hivatkozva azt mondják, hogy nincs nagyon rá forrás. És lehet Brüsszelre is hivatkozva. És Brüsszelre is. Én úgy látom, hogy a kormányban jelen pillanatban nincsen őszinte szándék arra, hogy pedagógus béremelés legyen Magyarországon, és ez nem csak a mostani helyzet, és azért, mert álságos módon Brüsszelre hivatkoznak, hanem hogyha megnézzük az elmúlt 12 év oktatáspolitikáját, akkor végig mostoha gyermekként tekintett erre a területre a kormány. Nem csak azzal, hogy nem volt önálló minisztérium, hanem számos alkalommal pökhendi nyilatkozatokat tettek a pedagógusoknak a egyébként érdemi szakmai észrevételeire is, tehát a kormánynak az eddigi hozzáállásából is arra következtethetünk, hogy érdemi megoldás nem is szándékozik erre nyújtani. Én azt szerettem volna, de csak így félve kérdezni, hogy van-e olyan ellenzéki, a másik szeme alatt is egyébként, igen. Már elnézést, csak ugye könycsap, igen. Szóval azt szerettem volna megkérdezni, mert nem tudom, hogy ilyen sok ellenzéki politikussal beszélgettünk, ritkán szoktunk olyat hallani ellenzéki politikusoktól, jaj, hogy a kormány milyen jól döntött, meg hogy milyen jó intézkedéseket tett, de lehet, hogy most ön lesz majd az első, aki ezt majd megerősíti, vagy nem tudom én elmondja. Nevezetesen, hogy ugye tegnap meghosszabbították ugye ezeket a bizonyos ástoppokat, a benzinre, élelmiszerre, kamatra, hitelmoratóriumot ugye kitolták, és hogy ezzel van-e olyan ellenzéki párti képviselő, aki elismeri azt, hogy a kormány nagyon jól döntött, nagyon jól végzi a munkáját, és hogy a családok érdekében tesznek mindent. Miért nézel így rám? Mert ez túlzás. Azért. Nagyon valaki... kíváncsi voltam a véleményedre, de szívesen erre is fordítom a pupitust. De ez kérdés volt. Nem úgy hangzott. Nem presztízs kérdés, hogy zsigerből mindent ellenezzek, amit a kormányhoz minden intézkedés. Tehát igen, vannak olyanok, amelyekkel egyet tudunk érteni. Ilyen volt egyébként a családi adókedvezménynek a bevezetése is, amikor ezt 2011-ben meghozta a kormányzat. Ugyanakkor arra fel kell hívni a figyelmet, hogy még a nyugdíjak infláció követők, addig a családtámogatások nem. És hogyha ez a mondjuk a három gyermek után járó 99 ezer forintos családi adókedvezmény infláció követő lenne, akkor ma ez 234 ezer forintot jelentene a családoknak. Tehát igen, vannak olyan intézkedései a kormánynak, amelyek pozitívak, amelyek úgy gondolom racionálisan belátható, hogy jók és tényleg segítséget jelentenek. Ugyanakkor, amit mondjuk 2011-ben bevezettek, és nem tettek infláció követővé, az ma kevesebb, mint a felét éri annak, mint a bevezetésekor. Ugyancsak kormány döntés, csak egy rövid reakciót várnék, ami ugye lehetővé teszi a NATO csapatok szabad mozgását az ország egész területén. Önök pedig azonnal úgy reagáltak erre, hogy ez a Magyarország szuverenitását sérti, és 48-as jelszavakat kezdtek előhozni, hogy idegen csapatok ne legyenek Magyarországon. Magyarországon NATO tagja, egy védelmi szövetségnek a tagja, amely története során egyetlen egyszer nem kezdeményezett háborút. Mi az, ami ebben a pillanatban sérti önök szerint a magyar szuverenitást? Pont azért, mert Magyarország a NATO tagja, ezért a Magyar Honvédség is a NATO állományába tartozik, illetve a NATO Magyar Honvédség is Magyarország területén működik. Ezt mondta, hogy ez Szijjártó Péter még a kampányban, hogy ide nem fognak NATO katonák érkezni, ezt februárban jelentette ki Szijjártó Péter miniszterként, majd a
a kampányban hozták meg azt a rendeletet, amely lehetővé tette, hogy a Dunántúlra érkezzenek külföldi NATO katonák. De majd most, elnézést, hogy lemen... a NATO-val van probléma, vagy Szijjártó Péterrel? Mind a kettővel. Oké. Okay. Tehát de leginkább azzal, hogy hazudott a kormány a kampányban. Tehát akkor még azt mondta Szijjártó Péter, hogy egyáltalán nem fognak érkezni, majd márciusban hoztak egy rendeletet, akkor még azt ígérték, és ebben a rendeletben valóban ez szerepelt, hogy csak a Dunántúlra fognak érkezni, de Ukrajna közelében nem telepítettek. Jó, hát azért azóta nem kicsit változott a helyzet a háború állását illetően, illetve önök is mondták, hogy milyen fontos a kárpátaljai magyarok védelme. Ez hogy valósítható meg úgy, hogy a NATO nem tesz meg mindent, tényleg nem beavatkozó félként, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen. Ugye például az is változott február-március eleje óta, hogy Kárpátalját is elérte egy rakéta. Szerencsére nem halt meg senki, de 100 kilométerre landolt a magyar határtól. Nem hiszem, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogy Magyarországot akár Oroszország célpontjává tegyük azáltal, hogy itt felvonultatunk külföldi NATO katonákat. Tehát azért ez nyilván nem egy baráti gesztus és a béke irányába tett elmozdulás a NATO részéről. Ha NATO nem segíti Ukrajnát, akkor a háborúnak nem lesz vége, és Ukrajna semmiképpen nem tudja. Ha NATO nem segíti Ukrajnát, akkor a háborúnak viszonylag gyorsan vége lesz, ugyanúgy, ahogy egyébként 1941 nyarán meglehetősen sokan tüntettek az Egyesült Államokban azért, hogy az Egyesült Államok fejezze be Európa fegyverrel való ellátását, békepártiaknak tartották magukat, és azt gondolták, hogy az európai háborúnak nagyon gyorsan, akár a hitleri Németország győzelmével is véget kell érnie. Önök is azt gondolják, hogy minél gyorsabban legyen béke Ukrajnában, akár a putyini agresszió győzelmével? Hát az, hogy szerintem mindenki úgy gondolja, hogy az lenne a legjobb, hogyha minél előbb béke lenne Ukrajnában, és nem csak Ukrajnában, hanem a világ bármely pontján, hiszen a háború mint eszköz nem elfogadható senki számára, ami számunkra sem. Másrészt úgy gondolom, hogy itt nem egy ukrán-orosz helyi nemzeti konfliktusról van szó csupán, hanem valójában az Egyesült Államok és Oroszország háborúzik egymással, és a NATO az amerikai érdekeket igyekszik. NATO támadó fél ebben a háborúban? Az amerikai érdekeket igyekszik érvényesíteni a NATO ebben a háborúban, és valójában egy gazdasági háborúról van szó, egy óriási átalakulásról, amely előtt áll a világ. Látjuk Kína szerepvállalását. Igen, arra a kérdésen nem válaszolt, hogy bármi áron? Tehát akár az orosz fél győzelme árán is fejeződjön be ez a háború? Úgy gondolom a legrosszabb az, hogyha ártatlan emberek halnak meg nap mint nap, és embereknek el kell hagyni az otthonukat. Tehát az agresszió, az semmi ilyen módon nem elfogadható, sem Oroszország részéről, sem pedig a NATO részéről. Dóra Dórának köszönjük szépen. És Trencsényi Dávidnak is köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.